Sziasztok! Majd meglepetés... Sziasztok! Sziasztok! Majd meglepetés vendéget hoztam nektek, aki nem más, mint... Szilva! Úgy döntöttünk, hogy elhozzuk nektek a júliusi kedvenceinket, és megmondom, hogy szintén még sose csináltam ilyen fajta videót, és szerintem ez a lehető legjobb alkalom, hogy elkezdjük, ugyanis számomra a július az borzasztó jó volt, tehát szerintem egyik, ha nem a legjobb hónapom volt. Te nem számoltál. Nem, viszont szülinap voltunk. Igen. Az is az első kedvenc. Cincin. Jó, de mentünk Deákra, néztük a deszkás fiúkat, aztán a táncoltunk. A deszkás fiúk. Átvert minket ez a szép fiú. Hát... Deszkás fiú, hogyha nézed ezt a videót. Fuck off. Vagy inkább szeretek. Igen. A másik kedvencem a deszkás fiú. Nagyon szép volt. Kezdhetjük ezzel, hogy a hónap kedvence a deszkás fiú. A deszkás fiú. Minden hónap kedvencét így kezdhetünk ezt a fiú. Egy fiú. Ja, te kedvenced? Nekem a Balaton Sound. A hónap kedvence, mert igazából én évekkel ezelőtt voltam már egy napom, és az volt életem egyik legjobb bulija, az az egy nap. Mit és igazából néztél meg akkor? Tiesto volt. Oh, igen, és most Oliver Heldens, a nulladik nap volt a legjobb. Tehát egész hétre nem éri meg elmenni, azt már megtanultuk F-csóval, de egy napra, egy jó napra megéri elmenni, és most ez lesz a kedvenc. Új élményem. Meg igen, természetesen átszínzű. Nem is a szülinap meg a buli volt a legjobb, hanem az utána Budapest hajdalban. Igen. A lánybúcsúk, meg a srácok, akik angolul beszéltek, és egyébként magyarok volt. Igen. A táncoló üveg. Képzeljétek el, hogy egy busz átment egy sörös üvegen? Valami üvegen. Valamilyen kis palackon. És felmászott, ugye felpattant a palack a járdára, vagy járdaszigetre inkább. És elkezdett forogni. És mi odafutottunk, és körülbelül négyen, és ez az! De jó, de volt! Mint a brékelne, és Evi mondott egy olyan szóviccet, hogy először hülyének néztük szegényt. Azt mondta, hogy battle csata. Jaj. Tehát nem, mi azt hittük, hogy nem a palack csatára gondolt, hanem a csata-csatára. És utána leesett, hogy battle. De ezt is fél óra után tudtuk meg elkerül, addig röhögtünk szegény Alina, hogy milyen béna. Aztán meg az örökött, hogy mi milyen béna vagyok. Te kinyögte, hogy mégis, és utána az örökti. Nagyon jó volt. Hajnalok. Igen. Ja, egyébként nekem a kampusz a másik ilyen. Ezt elfelejtettem Elcsóval. Elcsó mindenhol ott van. Igen. Majd mutatjuk, hogy Evi a kedvenc. A hónap kedvenc embere. A hónap emberét. És én berakunk egy ilyen képet, és ilyen kitűzőt. Minden hónapban ki lehetne választani egy kedvenc embert, nem? Tényleg. Nem csak kedvenc fiút, szép fiút. Kedvenc ember. Kedvenc ember. F-csó. Megnyerted. Gratulálunk, Eveli. Jalas, jaj. Majd. Jézusom. A legtöbb kedvencem a hónap az buli volt. A Punani Masszív koncert, amire a volt kolléganaim vittek el, a Zsani és Fruzsi. Köszönöm, ezt kaptam színenapra. Brutális volt. Annyira jó volt, annyira sokan voltak, és olyan jó helyük volt, és olyan jó volt, és a másfél hete... És ez hol volt ez a koncert? A parkban, bocs. Budapest parkban. Nekik is színenapi buli volt egyébként, meg nekem is. De egyetlenül nekem volt az elsődleges színenap. Hogy tárgyilagos kedvenceket is mondjunk, megvettem múlt hét szombaton Szilvával a kék mosz rózsamat, az újat, a szülinapi kiadást, ami da-da-da, rose gold. Uh-huh. Vagy ilyen kapár rose gold. Én még nem is néztem meg ennyire a színét. Gyönyörű, ja, igen, bordós a színel. Uh-huh. Majd bevágok róla a képet, gyönyörűen néz ki a csomagolás is, de a belseje is. Egy zenét emelnék ki. Mostanában agyon hallgatom a Postmodern Jukeboxot. Ismered őket? Igen. YouTube-on. És... Mindig vannak ilyen időszakaim, tehát múlt, nem tudom, pár hónapja is volt egy egész hónapon velük, amikor tényleg minden nap csak őket hallgattam, és most is ez a hónap is tényleg csak velük szólt, vagy velük telt, és szerintem az a szomszédok már utálnak, mert mindig üvölt. Hayley Reinhardt, a kedvencem egyébként, ő nagyon cuki és nagyon szép hangja van. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Nem hallottad? Nem. Annyira jó lett. Meghallgathatom? Meg, berakhatod. Jézusom, miért vagyok berakja? Ja, hát hogyha le van töltve, így Spotify, azok a következő kedvencem a Spotify-ben. Major. Major Lazer, Cold Water.
megéri egyébként. Csomó ilyen üzéjük van. Kedvencem a NYX-nek a Propel My Eyes. Propellerez le a szememet, szempilla spirálja. És eddig a kupának a Vamp szempilla spirálja volt, de beszáradt meg, elkezdett potyogni. És most is ezzel van kifestve a szempillám, és süss, annyira! Bocsánat, megközelhetsz. Ja, igen, a buszok. De szép. Érezted, hogy megremegett egy kicsit? Amikor elmegy a busz, nem, éppen magyaráztam neki. Mini földrengés keletkezik itt, nagyon vicces. Szép hosszúak a szempilláim tőle, meg nem tudom, egyszerűen gyönyörűen szétválasztja meg. Ez hosszabb, így nem dusít, de kurva jó. És nem potyog. Én viszont már áttérek a fashionre, mert a beauty az ennyi volt. Az egyik kedvencem a Stradivariusban vásárolt rose gold hátizetim. Ez megérdemel, igen. Igen, az gyönyörű ez a táska. Nagyon szép. És kezdve kicsit ezt a rose gold témát felfedezni itt a kedvenceim között. Rúzs, ez, igen. És még lesz egy pár. Nekem a következő kedvencem a Pupának a Tattoo Protection arcra való fényvédő sztikje. Ez sminkolá tökéletesen használható. Amióta ez megvan, azóta csak ezt használom is. Jó. Tehát nagyon jó. Nagyon jó. Nem zsírosodik ki alatta, a smink nem lesz túl fényes, mint a legtöbb ilyen szarton. Tehát ez nagyon bevált, és mindenkinek nem tudom ajánlani, mert próbált. Az én következőm megint egy táska, és megint egy rose gold. Ez viszont egy kis klács. A kolléganőimtől kaptam, akit a bérletben, vagy bérletet, a hogy hívják, ott kaptam. A Punani masszív jegyet, és tőlük kaptam meg ezt a táskát is, és annyira szép. Szerintem ezt Esztergomban vették valahol. Ja, de nagyon szép. Ugye? Ez gyönyörű. Azt nézzétek, nekem is ez a kedvencem. Most megmutatnám az én következő kedvencemet, ami a Pupának a Speciale Corpo nevű testápolója, soha nem olvastam még el, csak használom. És ennek ezt azért szeretem, mert olyan kis finom illata van, és ez a gyerekkoromra emlékeztet, mert anyukámnak régen, most már más testápolót meg kézkrémet használ, de volt egy kézkréme vagy testápolója, amit folyamatosan használt, és reggel, amikor bementünk hozzá, meg este, amikor bementünk hozzájuk, akkor mindig kente magát, és akkor ez anya illat. És ennyire klassz. De jó. Az én következőm az szintén egy ruhadarab. A Bershkába vettem a leárazáson, 1500 forint volt körülbelül. Ezt szeretjük. Igen. És abban volt igazából a szülinapomon egy váll nélküli, vagy ilyen váll ledobós, vagy hogy mondják ezt? Csíkos felső. Kicsit crop topos, és amikor megnézed így felemelt, olyan, mint egy gyerek póló lenne, anyukám azt hitte, hogy az unokahúgomnak vettem. Hogy tőle volta rá. Igen. De nem. Fölvéve egy tök jó, csak ilyen feszülős, scratches, nem ugrik vissza a pártja, ami óriási plusz. Hát nekem akkor már csak parfüm kedvenceim lennének. Tehát a Jodaimának, ez egy ilyen koppintós márka, nem tudom, csak ilyen, tehát igazi márkáknak a parfümjeinek az illatát koppintják le. És neten lehet beszerezni, nem tudom, én ezt ajándékba kaptam, és ez az Adriana illat, ez a Giorgio Armani színek a koppintványa. Tudtam, hogy valami nem is. Ilyen hihetetlenül mézes, és az a viccesebb ezzel a parfümmel kapcsolatban, hogy én először utáltam ezt a parfümöt. Tehát akárki megéreztem, én rosszul voltam tőle, és elkezdtem azért használgatni, mert megkaptam, és megszerettem. Nekem a következő kedvencem igazából a szobám. Most volt egy kis időm otthon, és rendet raktam, mert annyi sok kis kacat jött össze, és mindegyiket csak oda raktam a könyvespolcomra, és már nem fértem el, ruhálásval csináltam nektek egy DIY videót is, most ilyen rumdekorosat, azok is egyébként kedvencek most egy-kettő belőle, és annak muszáj volt valami helyet keresnem, úgyhogy rendet raktam, és teljesen ilyen letisztult lett most a szobám, tiszta fehér, rose gold dekorokkal, az nagyon menő. Ez az új kedvencem. Az nagyon menő. A következő kedvencem újra a deszkás film lesz. Okay. A sebei, a seb helyei, a tetoválása. Tehát akkor a kedvences videót a deszkás filmből kezdtük, és a deszkás film az nektek. Igen. Szóval ennyi lett volna már ez a videó, ez a kedvences videó, és remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és akkor legalább tudni fogjuk, hogy szeretnétek legközelebb is ilyenfajta videót. Illetve írjátok meg kommentben, hogy esetleg az augusztusi videót is a szívával csináljam el. Vagy ne. Pedig én szimpatikus vagyok, nem? Patikus. Na jó, patikus. Nehogy már ne szavazzátok.
Ja. Ha esetleg van más ötletetek is az elkövetkezendő kedvences videókhoz, akikkel szívesen látnátok közös videót, akkor mindenképp írjátok meg azt is. Még mielőtt elköszönök, ne felejtsetek átmenni a Szilva csatornájára, ugyanis oda is csináltunk egy közös videót, ami nem más, mint a Would You Rather, azaz az Inkább Tag sminkes kiadása, tehát a smink szépségápolásos verziója. És elég érdekes dolgok voltak, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg. Ja. És iratkozzatok fel! Mármint hozzám is, ugye? Hozzám. De hozzám is, amely tartom. De igen, iratkozzatok fel oda is, meg ide is. Mindenkihez. Na, na köszönjük, hogy megnézzétek ezt a videót. Sziasztok! Sziasztok! Ugyanis oda is csináltunk egy közös videót, ami nem más, mint... Szóval ennyire írjátok meg, hogyha szeretnétek, hogy ketten csináljuk az augusztusi videót, vagy valami mással, ajánljatok másokat is. Te bólogatsz, ajánljatok másokat is, Léci! Nem Léci, mondjatok valakit! Ez itt az óvodás tag. Obi videó. A óvodások kedvence. Nekem a kedves állatom volt, meg a baba pudelik, a Pokémon két zoffó. Na jó, is vagyunk, semmi. Igen, igen. Na tehát érett nők. Igen, 20 éves érett nők. Tehát mi leültünk, földrengés. Ja, néztük őket, nem túl feltűnően csak csorgott a nyálunk. Thank you.